A mai rész tartalmából. Először azért is kezdtem el sütni évekkel ezelőtt, hogy megsüssem azokat a süteményeket, amit az én anyukám, meg az én nagymamám megsütött, vagy megsüt. Úgy gondoltam, hogy eljött az ideje, hogy ezeket én is megtanuljam, megsüssem, és hát a gyerekeim ebből fogyasszanak, egyenek. Nagyon sokan mondták nekem, hogy ezt a váltást hamarabb kellett volna megtennem. Én úgy gondolom, hogy nem kellett volna hamarabb megtennem, mert akkor jön el az ideje valaminek, illetve az én életemben is akkor jött el az ideje, amikor el kellett, hogy jöjjön. Az emberi élet olyan, mint a folyamon a csónak. Hogyha az a csónak az árral együtt halad, mint kvázi a mi sorsunk, akkor minden olyan gördülékeny és minden olyan könnyen megy. Viszont hogyha abba a csónakba az árral szembe evezünk, és olyan minden olyan görcsös, és nem haladunk előre, és minél nagyobb erőfeszítést teszünk, hogy haladjunk, és nagyobbakat húzunk az evezőn, és mégsem halad az a csónak, akkor mi a sorssal szembe haladunk. Tehát figyeljünk a jelekre, járjunk nyitott szemmel, és akkor a sorsunkon vagyunk, és haladunk előre, és az én életem is így halad előre, és a tied is. Jó napot kívánok, sziasztok! Mindenkit sok szeretettel üdvözlök, ez itt az Adventi Kalendárium Papp Petivel. Tudjátok, minden nap kinyitok egy beszélgetést egészen karácsonyig, és hát karácsony van. 24 részes sorozaton végezzel érkeztem, és mai vendégem dr. Révész Rita, rendőralázedes, nyomozó, viszont most már egy édesebb munka veszi őt körül. Szia Rita! Szia, Peti! Hát örülök, hogy itt vagyunk az otthonunkban, és velem zárod az adventi kalendáriumot, bár én annyira nem szeretek szerepelni, de köszönöm a felkérést, hát beszélgessünk, csapjunk bele. Én köszönöm, hogy elfogadtad. Igazából így indítottam, hogy szia Rita, de hát ugye nem titok, hogy az anyukámmal beszélgetek, úgyhogy szia anya! Szia, Peti! Én úgy gondolom, hogy így kerek az egész kis 24 részes sorozatom, hogy a nővéremmel, Petrával kezdtem, és anyukámmal zárom ezt az egészet. Számomra ez nagyon fontos volt, hogy ez így alakul. Ez az elején ez volt a legfixebb, hogy Petrával kezdek és anyával zárok. Anyám, már így a felkonfnál így elmondtam, hogy rendőrként indultál, nyomozóként indultál, ezt az egészet te bedobtad a sarokba, és most már egy kicsit édesebb vizeken evezel. Mesélsz erről, hogy mikor váltottál a rendőrség után a cukrászat fele, illetve miért is történt meg ez a váltás? Hát az, hogy mikor váltottam a rendőrséget a cukrászatra, az pontosan nem lehet meghatározni, mert ez egy hosszú folyamatnak volt az eredménye. De amikor elbúcsúzott tőlem a megyei bűnügyi osztály, akkor tudtam meg pontosan a búcsú beszédben, hogy 26 év, 7 hónap, 29 napot töltöttem a rendőrségen. Hát igen, egy nagy váltást tettem meg, de annak az elhatározása, vagy annak a kimondása, az egy hosszú periódus, vagy a fejembe egy hosszú döntéshozatalnak lett az eredménye. Hát azt nem mondom, hogy nem szerettem a rendőrségi munkámat. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem szerettem, sőt, nagyon-nagyon szerettem, nagyon érdekesnek, izgalmasnak találtam. Nagyon sok kiváló emberrel dolgoztam együtt, akik a mai napig a barátaim, és mondhatni mindenkivel jóba vagyok. Mindenképp a kereskedelmi főiskolára szerettem volna menni 18 évesen Szolnokra, viszont egy összevont érettségi volt matekból, és én úgy gondoltam, hogy a tömörkényben először leérettségizek, és majd egy év múlva megyek neki a felvételnek, hogy nehogy veszélyeztesse a felvételim az érettségimet. Ez így is volt, de hát a mama mondta nekem, hogy hát dolgozni kellene érettségi után, tehát abban az egy évben, nem pedig csak otthon maradni idézőjelben. És hát a sorsfintora egy lángos sütőbe mentem a mastérre dolgozni. Ráadásul nyitós voltam, tehát ilyen 2:30-kor kezdtem, és biciklivel tekertem oda a lángos sütőbe, azért egy pár hónap elteltével tudtam, hogy ez nem nekem való munka. Nem a sütés miatt, hanem ez a korai kelés, meg nyitósként az a kemény meló. Hát ez gyorsan elkanyarodott a Szolnok, mert hát ahogy én oda kerültem egy év múlva már a rendőrtiszti főiskolára, felvételiztem, ahol amit el is végeztem, és utána meg a jogi egyetemre, és így
mentem fölfele a ranglétrán, meg a beosztásokba a végén, amikor leszereltem, akkor már a megyebűnügyön dolgoztam. Mondhatni azokkal, akikkel kezdtem a pályafutásomat előtte. Hát, ahogy az ember öregszik, meg telik el az idő, és érzi azt, hogy vannak olyan dolgok, amikor nem csak a munka, meg nem csak a család, hanem valami olyannal is foglalkozni, ami a sajátja, meg az a saját én ideje. Hát így kezdődött nálam a sütés. De azért én az anyukámtól, meg a családomtól megtanultam azt, hogy a nők nagyon jól kell idézőjelbe főzni, meg sütni, tehát volt azért ennek alapja. Először azért is kezdtem el sütni évekkel ezelőtt, hogy megsüssem azokat a süteményeket, amit az én anyukám, meg az én nagymamám megsütött, vagy megsüt. Úgy gondoltam, hogy eljött az ideje, hogy ezeket én is megtanuljam, megsüssem, és hát a gyerekeim ebből fogyasszanak, egyenek, és amikor majd én is idős leszek, vagy úgy, mint a nagymamám, hogy már nem leszek, akkor azt az ízt érezzék a szájukba, emlegessék, netán próbálják megteremteni újra és újra, hogy egy jó emlékké váljon, gyerekkori emlékké. Na most ebből a mondhatni zserbó, beigli képviselőfánk sütésből lett egy olyan erős hobbi, ami mint másnak a festészet, vagy van, aki zenél, zongorászik, horgászik, nekem a sütés vált azzal, hogy éreztem, hogy az rólam szól. Ezt előtte mindig próbáltam eleget tenni másoknak, az életünk arról szól, hogy alkalmazkodjunk és mindenkire figyeljünk, de amikor csak magad köré és a saját gondolataid, a saját fejlődésed, a saját produktumodra figyelsz, az egy eléggé klassz kikapcsolódás, és ez még balanszban volt a rendőrségi munkával, ami egy eléggé stresszes, ez meg egy stresszlevezető tevékenység volt, és egyre jobban rájöttem, hogy én ezt nagyon szeretem. Egyre többet szeretnék csinálni, egyre bonyolultabbakat, és hát így elkezdtem eszközben is, tudásban is ebbe belefektetni időt, energiát, mert egyre jobbakat akartam csinálni. Rájöttem, hogy egyre precízebb vagyok, minél bonyolultabb, nekem annál jobb, és hát utána már veletek voltam Brüsszelbe is, ahol csoki készítést tanultam, aztán kitanultam az Irinétől a cukorvirág készítést, és ennek a folyamatnak a vége pedig, hogy beiratkoztam cukrásziskolába, mondhatni egy főiskola és egyetemi diploma után rendőrségi munka mellett a hanságiba, és nem azért, hogy papírt kapjak, mint cukrász végzettségű, hanem azért, hogy tanuljak a nagyoktól. És ez így is volt, mert az iskolában is a tanáraimtól, a cukrásztanáromtól, illetve a gyakorlati helyemen is abban a cukrászüzemben nagyon sokat tanultam. És ezt az iskolát és a gyakorlatot végeztem a rendőrség mellett. Hát erre elég kevés idő volt, és elég megpróbáltatás volt energia és alvás ügyileg ezt a kettőt összehangolni, de sikerült, ennek nagyon örülök. Ami miatt döntöttem úgy, hogy eljövök a munkahelyemről és váltok, barátnőmnek az elvesztése, akinek a gyógyulásában az egész családunk, te is és mindenki nagyon bízott, de mégis egy pillanat műve alatt elvesztettük őt, és elgondolkodtam rajta, hogy egy ilyen nagyon erős nő, és aki hitt a saját gyógyulásába, és mindannyian hittünk, hogy csak úgy az életet kihúzták a lába alól, és el tudott menni, és mondhatni, meghalt. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy milyen gyors az élet és a mulandóság, és nem szabad egy percet sem másra fecsérelni, csak arra, amit szeretünk, és azzal legyünk, akit szeretünk. És ugyanebben az évben Szilvi meghalt február 20-án, majdnem pontosan 10 hónappal később, december 18-án, kereken 11 évre, mint ahogy megtudtam, hogy az én Matyi fiam úton van, vagy lesz a Matyi fiam, és terhes vagyok vele, pontosan 11 évre rá, megtudtam, hogy a lányom a szíve alatt az unokámat hordja, tehát, hogy Szófia úton van. És ez a kettő, mondhatni, egy emberi élet elvesztése, és egy emberi életet kaptam, vagy egy emberi életnek a születése
fogantatása okán döntöttem úgy, hogy mindenképp váltanom kell, és a legtöbb időmet a családommal kell tölteni. Azt szeretném még elmondani, hogy nagyon sokan mondták nekem, hogy ezt a váltást hamarabb kellett volna megtennem. Én úgy gondolom, hogy nem kellett volna hamarabb megtennem, mert akkor jön el az ideje valaminek, illetve az én életemben is akkor jött el az ideje, amikor el kellett, hogy jöjjön. És ugyanúgy szerettem régebben is a munkámat, és most is szeretem, de ez volt a nagy álmom, amit meg tudtam valósítani, és nagyon-nagyon örülök, hogy meg tudtam valósítani, és ez szerint nevellek titeket én is, és akárki kérdez, mindenkinek azt mondom, hogy ne várjon sokat, amit tervez, amit szeretne, azt lépje meg, és éljen az adott pillanatnak, mert úgy tud az álmainak élni, mint ahogy te is. Úgy látszik nálunk ez családi Igen. hagyomány, hogy mondhatni van egy főállás, vagy egy fő vonal, mint nálad is a fizika meg a matek, és helyette most azt lehet mondani, azt csinálod, ami az álmod. Tehát csak ösztönözni tudok mindenkit, hogy ha úgy érzi, hogy most nem olyan helyen van, ami nem az igazi számára, vagy olyat csinál, ami valamiért neki nem jó, akkor váltson, csinálja, mert akkor minden olyan gördülékenyen megy. És nagyon sokszor eszembe jutott egy barátnőmnek a mondása, Ágotának, akinek ez volt az utolsó posztja egy közösségi oldalon, mielőtt meghalt, hogy minden ember reggel várja a délutánt, hétfőn várja a pénteket, hónap elején várja a hónap végét, és télen várja a tavasz vagy a nyár beköszöntését. Mivel főelvem az, hogy ne hajtsuk az időt, ne rohanjunk előre, ezért azt gondoltam, hogy itt az ideje a váltásnak, mert én is elkezdtem ezeken gondolkodni, amire óva intett Ágota, hogy ilyen ne történjen meg. Hát vigyük magunkkal ezt az üzenetet anyától, hogy amikor tényleg úgy érezzük, hogy szívünk egy kicsit más irányba is kipróbálná magát, akkor tessék, kövessük és hallgassunk rá. És nekem még eszembe jut egy gondolat, Pesten egy doktornővel beszéltem nagyon-nagyon-nagyon régen, és ő mondta, hogy az emberi sors, az emberi élet olyan, mint a folyamon a csónak, hogyha az a csónak az árral együtt halad, mint kvázi a mi sorsunk, akkor minden olyan gördülékeny és minden olyan könnyen megy. Viszont hogyha abba a csónakba az árral szembe evezünk, és olyan minden olyan görcsös, és nem haladunk előre, és minél nagyobb erőfeszítést teszünk, hogy haladjunk, és nagyobbakat húzunk az evezőn, és mégsem halad az a csónak, akkor mi a sorssal szembe haladunk. Tehát figyeljünk a jelekre, járjunk nyitott szemmel, és akkor a sorsunkon vagyunk, és haladunk előre, és az én életem is így halad előre, és a tied is, meg mindannyiunké, mert sorsszerű dolgokban élünk. Na, hát nagyon hosszú utat jártál be így a rendőrségtől egészen így addig, hogy egy saját üzemet üzemeltetsz. Már így elcsíptem ezt a szót, illetve én már ugye tudom ezt a történetet, hogy te a lángosozóban kezdted ezt az egészet, és mondtad, hogy mennyire nem érezted magadénak még ott az elején, hogy olyan korai kelések, meg ott a sütés, és hát ugye pont most ebben a karácsonyi időszakban korán kelsz, és rengeteget sütsz. Mennyi ilyenkor a megrendelésed? Vagy egyáltalán sokkal több a megrendelés, ugye, mert ilyenkor mindenki sütit eszik, mi is nagyon sokat, illetve itt van egy kis sütike, gyönyörű, szép porcelán tányéron, amit születésnapomra kaptam így anyukámtól és a családtól. És hogy sokkal több a megrendelés ilyenkor, vagy ugyanazt a tendenciát mutatja, mint az év többi napján? Azt lehet mondani, hogy sokkal több a megrendelés, mert a torták mellett az apró süti is közkedvelt így karácsony előtt. Mostan évben az annyiból volt más a tavalyi évhez képest, hogy egy kicsit kivárt mindenki, hogy alakul ez a covidos időszak, és az utolsó pillanatban érkeztek a megrendeléseknek mondhatni a többsége, amivel elég nehéz volt lépést tartani, tehát most az elég sok munkám volt. De a legnagyobb öröm karácsonyra sütni, mert mondhatni a legszebb ünnepen ott
tudok lenni az édes pillanatokkal, tortákkal, süteményekkel. Gyakorlatilag egy Szeged szinten anyukám nagyon sok háztartásban jelen van, így a sütemények által, és ezt mind a Sweet Home kézműves torta műhelyben készítetted el. Erről egy kicsit mesélsz, erre a torta műhelyről, hogy ez miért volt fontos neked, hogy legyen egy saját műhelyed, hogy ott az a te birodalmad ott, ahol a sütik megszületnek. Hát, amikor leszereltem, akkor nem is gondoltam volna, hogy cukrászattal fogok foglalkozni, csak folytattam a hobbimat tovább, aztán valahogy, ahogy sütöttem, egyre többen megtudták, hogy sütök, családba ismerősök is mondták, hogy nem sütné le, és hát elkezdődött egy ilyen, mondhatni, a hobbi sütés, persze hát közben elvégeztem az iskolát is, és azt gondoltam, hogy miért ne. Amit azért úgy a környezetem annyira nem értett, mert azt gondolták, hogy ha leszerelek, akkor majd jogász vagy ügyvéd leszek. De hát én meg úgy gondoltam, hogy nem. Mert azt gondolom, hogy sose késő, hogy az ember azt csinálja, ami az álma, meg amit szeretne. Ezért úgy gondoltam, hogy a legfontosabb, hogy az álmainknak éljünk, és azt csináljuk, amit szeretünk. És így belevágtam ebbe a torta készítésbe. Úgy gondoltam, hogy a tortáknak kell egy olyan helyiség, és nekem önmagamnak kell egy olyan helyiség, ahol magam lehetek és alkothatok. Valahogy adta a sors, hogy Sweet Home legyen a neve, adta a sors, hogy olyan legyen a design és a megjelenés, ahogy jött ösztönből a gondolat. És ebből alakult ki egy mondhatni olyan, mint egy ilyen kis párizsi fészek, ahol nem csak én, hanem mindenki jól érzi magát, ahol nincs óra, mert az idő megállt, és lehet alkotni, beszélgetni, jól érezni magad olyan Sweet Home-osan. Így lett a Sweet Home. Úgyhogy itt Szegeden egy kis Párizs megtalálható anyaműhelyének a személyében. És még egy gyors kérdés, melyik a te kedvenc süteményed? Lehet többet is. Hát na, persze. Az egyik, ami itt van az asztalon, a zserbó. Hát azért tegyük hozzá, ezt a zserbót te sütötted. Többször kiderül, hogy tudok sütni, úgyhogy... De még hogy. De most már félreraktad a fizikusi karrieredet, meg a matekot, meg a fizikát, és most már szerkesztő és műsorvezetői álmaidat valósítod meg, azért a cukrászat még előtted van. Csinálj egy birodalmat az én alapjaimból. Mivel az én elvem a cukrászatban, hogy egyikrészt a hagyományos gyerekkorunk süteményeit, ízeit szeretem megteremteni, a másik pedig a modern és az újító dolgokat, ezért a tortákból, a hagyományos sütikből az Eszterházi torta kedvencem, a modern világ sütijeiből pedig a sajtorta sós karamelle. Nekem mind a kettő nagyon bejön igazából. De neked melyik a kedvenced? Én bevallom őszintén, hogy én nem is nagyon szoktam süteményeket tenni, cukrászatban végképp nem, de mióta tényleg így anya készíti ezeket a nagyon szuper extra süteményeket, nekem is én azt hiszem a zserbó az, amelyik az én nagy kedvencem, illetve a sós karameltorta, a gyümölcstorták, csoki torták, igazából mindig, amikor van torta, mindegyikből legalább egy szeletet meg szoktam menni, amit anyukám készít így a családi ünnepekre. Viszont én tudok még egy kedvencedet. Na. Az almás pite. Ó, tényleg, ja igen, hogy én nagyon ellenállok, hogy nem akarok sütit vagy édeset tenni, az egyetlen egy tényleg, amivel engem mindig le lehet venni a lábamról, az az almás pite, meg ezek az almás kis kalácsok, ezek engem le lehet teljesen kenyerezni. Tessék rendelni, és tessék időben rendelni, mert már van, amikor már betelik a kis napló a megrendelésekkel, és ugye nem mindig tud anya már fogadni megrendeléseket, úgyhogy tessék időben szólni, hogyha bármilyen tortát, apró süteményt szeretnétek rendelni. És ha már így ugye a megrendelések is beszéltünk, hogy karácsonyra sok a megrendelés, karácsonnyal kapcsolatban mi a legemlékezetesebb pillanatod, vagy pillanataid egyike így a múltból? Hát többet mondhatok, vagy csak persze, hogy. Mivel nagyon sok emlékezetes pillanatom van, utoljára hagyom a legemlékezetesebbet. Hát a gyerekkorom minden egyes karácsonya számomra nagyon fontos, amit anya teremtett meg nekem. A nyugalom, a harmónia, a kettőnk kapcsolata a mai napig végigkísér, mondhatni a legjobb barátom, az anyukám.
azok a finom ízek, nagyon-nagyon harmonikus, szép pillanataink. Azóta csak vele töltjük a karácsonyt. Ezt soha nem fogom elfelejteni. Hát nyilván a halászléját soha, és nem is akarom megtanulni, hogy hogy készül, mert ez az ő feladata, és adja a Jóisten, hogy még sokáig készítse. Aztán jöttetek ti az életembe, mind a négyen, és veletek a karácsonyok kiegészültek, ami még örömtelibb pillanat. Aztán volt olyan karácsonyom, amikor dolgoztam, volt olyan, amikor kórházba voltam, tehát egy elég emlékezetesek voltak. Ez pont azért, hogy emlékezzek, vagy jusson eszembe, és ez minden évben eszembe jut, hogy vannak olyan emberek, akik kórházban töltik a karácsonyukat, illetve munkával töltik, és hogy az milyen érzés. Ezt se felejtem el. Illetve hát a legfontosabb karácsony az a te születésed. És hát boldog születésnapot köszönöm kívánok, szépen. Peti, mert hát nagyon szerény vagy, mint mindig, de azért azt nem mondtad, hogy ma van a születésnapod. Bizony. Egy karácsonyi kisfiú vagy. Nagyon érdekes volt a te születésed. Én akkor kezdtem a főiskolát, amikor te veled várandós voltam, illetve akkor felvételiztem a főiskolára Budapestre. És hát egy nagyon kedves barátnőmmel, akivel mai napig is barátságban vagyunk. Sőt, még én is barátságban vagyok vele. Igen, és még beszéltünk vele a napokban is, tehát a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Vele a főiskolán ismerkedtem meg, és hát mondhatni az első főiskolai ilyen kurzusra, Budapestre vele mentünk föl autóval, és tőlünk függetlenül egy autóbalesetet szenvedtünk. Én akkor 6 hónapos terhes voltam veled, és ebbe a baleset következtében azért úgy eléggé belilult a hasam, meg hát nagyon aggódtunk, mindenki aggódott, érted. Hát utána azért eltelt egy néhány hónap, hát persze azért útrang, meg mindenhol meg lettél vizsgálva, hogy rendben van-e, de azért a félelem ott volt mindenkiben, hogy egészséges vagy-e, és hogy minden rendben lesz-e veled, amikor megszületsz, meg amikor nősz, mert hogy nem szenvedtél olyan sérülést, ami kihat a te egészségedre. Hát hála a jó Istennek, mert ez szilveszterre voltál kiírva, tehát 1994. december 31-ére, hogy születsz. Viszont úgy döntöttél, hogy karácsonykor kopogtatsz, és december 25-én kora délután éreztem, hogy már nagyon sürget, hogy menjünk be a kórházba szülni, hiszen elég gyakoriak voltak már a fájások, hatalmas hóesés volt, és hogy sétáltam be a kórházba, már azt éreztem, hogy perces fájásokkal lépek be a kórház kapuján. 3 óra volt, és én megkérdeztem az orvost, hogy szilveszterre hazamehetek-e, és mondta, hogy ha 4:30-ig megszülök, akkor igen. Te pontosan 15 óra 22 perckor megszülettél, tehát maga a születésed is olyan könnyű volt, és gyors volt számomra. Már megteremtetted azt, hogy te engem segítesz, mert maga a születéseddel is segítettél, mert 22 perc alatt megszülettél. Most megjegyzem mindenkinek, hogy az volt az első és talán utolsó pillanat, amikor én pontosan érkeztem valahova, tehát én azóta tényleg mindenhonnan kések, és ezért bocsi így mindenkinek előre is, meg utólag is, vagy így visszamenőleg. Sőt, hamarabb érkeztél egy héttel, tehát ledolgoztad ja, az összes késeket. Tényleg ledolgoztam így előre menőleg most így a 26 év késéseimet, úgyhogy ezt így tessék mindenki tömbösíteni, hogy így van. Így lehet azt mondani, hogy a legszebb karácsonyi ajándékom te vagy, amióta megszülettés, minden évben te vagy, mert hogy minden év december 25-e rólad szól, december 24-től külön választjuk, ez a nap a tied, mint a mai is. Hát nagyon szépen köszönöm, és hogy nem csak az enyém, hanem a miénk is, és most ez még jobban a miénk lett, ugyanis nekem nagyon nagy öröm volt, hogy tényleg így az utolsó 24. részt anyukámmal készíthettem el, és jó nagy meló volt anya ez a 24 rész, és nem árulok egy titkot, hogy nagyon elfáradtam, nagyon elfáradtunk, nagyon sok segítséget kaptam így a családomtól, így a barátoktól, de ennek ellenére is nagyon hosszú volt, hogy próbáltam tényleg minden nap így feltölteni a videókat, és sikerült is, és nagyon szépen köszönöm, anya, hogy így elfogadtad a meghívásomat. Hát én köszönöm, hogy itt lehettem veled, illetve itt lehettünk együtt a családi házunkba.
és beszélgethettünk. És én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy megnéztétek, hát remélem az összes részt, de ha csak így szemezgettetek, illetve majd utólag néztek bele, azt is nagyon köszönöm. És jövőre érkezem a következő 24 részes ilyen adventi kalendáriumos sorozattal, illetve jövök még jó sok ötlettel, ha megnézitek az előző videót, ott már emlegettem, hogy milyen terveim vannak így a videózással kapcsolatban. Nagyon jól éreztem magam ebbe a 24 rész alatt, most így a beszélgetés alatt, az összes beszélgetés alatt, és nagyon boldog karácsonyt kívánok nektek, és áldott ünnepeket. Sziasztok, szép napot nektek! Sziasztok, boldog karácsonyt!